Ahhoz már többé-kevésbé hozzászoktam, hogy az apja már nem kommunikál velem, hosszú évek óta, egy-egy üzenetet leszámítva. De az elviselhetetlen, hogy a fiammal is csak addig lehet néhány szót váltani, ameddig az iskolába megyünk, majd onnan jövünk. Az asztalnál már síri csend. Kínosan ügyel, hogy mindig legyen étel a szájában, hiszen akkor nem szabad beszélni. Én tanítottam meg rá, én vertem belé. Remek tanítvány vált belőle. Leckét sem írunk, a fürdést is egyedül intézi. A fülét még kipucolom, a körmét még engedi levágni, de a fogmosásnál már csak annyit vet oda, hogy tudom, lepedék! A maga módján adja tudtomra, nincs már szüksége rám. Megoldja egyedül. Amikor már nem kellek, eltüntet mindenki, mintha lepedék lennék. Kéretlenül odaragadt, kártékony massza. Lemosható, kiköphető, eltávolítható lepedék. Persze nincs mind meglepődni. Addig vagyok jó, amíg kielégítem az igényeket, aztán jobb, ha távozom, ha nem látszom, ha nem látszom a képen. Pedig én is ott vagyok. Nekem is ott a helyem, nem csak az apjának.